Megkezdődtek a koronázási szertartásjáték próbái, de előtte a darab szereplői látogatást tettek a Nemzeti Emlékhelyen, ahol a színház tagjai és a Rákóczi Szövetség által szervezett határon túli diákok az Osszáriumnál virággal emlékeztek nagy királyainkra. A szertartás játékon idén harmadik András az utolsó aranyágacska koronázásába ágyazott élettörténetét ismerheti meg a közönség Szikora János rendezésében, és egyben összegzik az Árpád-házi korszakot, amelynek az önálló magyar államiság megmaradását és megszilárdulását köszönhetjük. A címszerepet Sarádi Zsolt alakítja. Nagyon örültem az előző királyi játékokban, nagyon jól éreztem magam, és reméljük ez is hasonlóképpen sikerül majd. Az összegzésben fontos szerephez jut Varga Lili, aki Boldog Erzsébetet alakítja, aki megidézi édesapja trónra jutásának legfontosabb történéseit. Nagyon izgalmas, és én végtelenül érdekes kísérletnek tartom ezt, hogy Erzsébet szemén keresztül látjuk a történetet. Érdekes, majd kíváncsian várom a folyamatot. Mihályi Győzött, Lodomér érsek, harmadik András támasz a szerepében üdvözölhetjük. A főpap az ármányokkal teli időszakban sokat tett azért, hogy András elfoglalhassa nagyapja trónját. Én vagyok most a koronázó érsek, illetve vagyok az Andrásnak, Lodomér, a püspök, az Andrásnak nagyon jó barátja vagyok, és van egy-két jelenetünk, ahol megpróbálom őt irányítani, vagy befolyásolni valami felé. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert most már 900-szer vagyok itt, és mindegyik előadásban benne voltam, ami Fehérváron koronázási szertartásjáték született. A darab a Nemzeti Emlékhelyen kerül színre augusztus 19-én, 20-án és 21-én 21 órakor.